Mindenkinek három svájci bicskát szeretnék megmutatni. Némileg rendhagyó lesz a videó, mert ezeket ilyen formában tudtommal már nem gyártják, ugyanis ezek vengerek, nem viktorinoxok. Nem is annyira akarok kitérni a nagy dolgokra, hogy óvat be a cég, meg ilyenek. Én ezekben nem akarok pengeanyagról sem nagyon fogok beszélgetni. Inkább az, hogy miben más, miben, miért baj az szerintem, hogy a Wenger eltűnt. Kezdjük ezzel. Ez egy halál egyszerű kis bicska. Mondjuk, hát ez viseltes, ez a kulcsomomon van. Amit ebből Isten igazából ki akarok emelni, mert a funkciók nagyjából ugyanazok, mint a Victorinoxom. Az, kérem szépen, ez az olló. Ugyanis, ugye a Victorinoxnak egy kis lapos rugó van az ollójánál, nos, ennek meg nem egészen. Ez így nem fog eltörni. Elég precíz kis olló egyébként. Ja, és ez itt fogazott. Nem tudom, talán látszik. Nem simán leélezett, mint egy normál Victorinox olló, hanem ez fogazott. Igazság szerint még körömvágásra is meg alkalmas. Ez a kulcsomomon van. Nagyon szeretem. Tulajdonképpen mondhatni, ha van nálam kulcs, akkor van nálam bicska is. Ez a mind a három bicskát ajándékba kaptam. Sajnos, hát a panel már kicsit sérült, meg ugye lekopott róla itt a Wenger jelölés, és nincsen hozzá se csipesz, se fogpiszkáló. Az jó lett volna, ha van, de sajnos nincs. Amit még nagyon szeretek ezen a bicskán, az a reszelő, körömreszelőnek használom, leginkább erre való, de nagyon jó, nagyon hatékony kis reszelő. Ez egy másik bicskán is rajta van egyébként. Erről csak ennyit akartam. Nem egy túl különleges darab. Na, ez viszont már az. Ez a Wenger Biker nevű bicska. Egyébként itt látszik, hogy a Wengernek más a logója. Ez kerékpárokhoz van. Olyan, mint egy kis kerékpáros multiszerszem. Nem pont olyan, és nem is minden tökéletesen használható rajta, viszont azt szeretném megjegyezni, hogy a Victorinoxnak a hasonló bicskája, ha pontos nevét nem tudom, utána lehet járni, az egy egyszerű bicska, hozzá kiegészítőnek egy imbusz készlettel. Tehát az egy egyszerű bicska, csak annyi, hogy van rajta egy kerékpáros logó. Ez viszont egy kicsit komplexebb bicska. Ez talán az egyik legérdekesebb része, mert ez egy láncbontó, és egy ötös imbusz kulcs egyben. Ugye, hát ezt ki kell tekerni, most nem fogok elővenni egy láncot, hogy kinyomjam a csapot, de működik, mert kipróbáltam, használtam. Ennyi, ez itt a csap kinyomó, nagyon jó kis kütyű. Tényleg használható. Nem azt mondom, hogy a legjobb, mert itt azért a láncot nehéz megtámasztani vele. Tehát figyelni kell, hogy ne nyomjuk félre a csapot, de minden esetre működőképes a sztori. Aztán van rajta egy fogó. Ennek is ugyanolyan rugója van, mint az ollónak. Ezt visszacsukjuk. Azért érdekes ez a fogó, mert két állása van. Ugye ezt így meg lehet fogni. Nagyon jó, mert bovdent meg lehet, ugye ezt kitekerjük, ötös imbusz. Fékeken, váltókon a bovdent, ötös imbusszal többnyire azzal lehet oldani, vagy meghúzni. És a fogóval szépen meg lehet húzni a bovdent. Tehát szerintem ez egy nagyon jó kitalált dolog. Ez itt egy kis bovdenvágó benne. Ezt még nem használtam, de nem is, ez biztos ilyen vész esetű megoldásra jó. És a két állás az meg egy nagyobb nyílást mutat. Nagyon jó
kis fogó, lehet használni, próbáltam. Jó, nyilván nem lesz olyan, mint egy célszerszám, de érdekes. Aztán itt van egy kivehető idézőjeles penge. Hát ez is egy elég érdekes darab. Ezt a fogót visszacsukjuk. Ez ugyanis a láncbontóhoz való, ez a hajtókarja. Így, és akkor így lehet tekerni, illetve van más funkció is rajta. Hát ez egy tízes anyát, meg lehet vele fogni. Ez egy kis csavarúzó, lapos csavarúzó, és két küllőkulcs, 14-es, 15-ös. Nagyon jó működik, ez használható, már használtam. És ezt úgy lehet rögzíteni is, ezt ide be kell tenni, és szépen így becsapja az ember. És akkor lehet a nagyobb erőkart is kifejteni az anyára. És úgy kell visszatenni, hogy ide berakjuk, és visszapattan. Nagyon ügyes kis szerkezet. Illetve én nem csak erre szoktam használni. Itt van egy Philips fejű csavarhúzó, azt nem annyira akarom erőltetni, de nagyon jó csavarhúzó. Ez viszont egy kicsit érdekesebb. Hát ez is anyákhoz való. Mutatja, hogy csak ebben az irányban lehet használni, tehát ha oldani kell, akkor a másik irány. Egész kicsi anyákat meg lehet vele fogni. Azt hiszem 9-estől lefelé. Bár ilyen kicsi anyák nem nagyon vannak a kerékpárokon. Van néhány, de nem sok. Ebbe van csipesz, meg fogpiszkáló. A csipesz egy kicsit különbözik, nem ilyen műanyag végű. Ez ilyen egyszerűbb, összepöttyölt valami. Egy ár, dugóhúzó, ezeket nem is nagyon akarom taglalni. Ami viszont ugye a Wenger és a Victorinoxban más, az mondjuk a konzervnyitó. Ugye ezzel húzzuk a konzervet, nem toljuk előrefele, és ez kiválóan alkalmas meg csomagbontásra és mi egyébre. Ugye a üvegnyitó és egy lapos csavarhúzó is van, illetve egy kábel csupaszító. Ez ilyen két funkciós, mert kábelt ide be kell tenni, ez befogja, és tulajdonképpen a pengél rácsukásával lehet csupaszítani. Valójában így működik. Tehát ez a Wenger Biker. Hát sajnos más sem kapható. Vagy lehet, hogy lehet kapni, csak már gyártani nem gyártják. És itt van egy egykezes halál egyszerű, ez is egy Wenger, egykezes, mint egy normál egykezes Victorinox, ebben se csipes, se semmi nincs, ez csak egy darab penge, az egyszerűség kedvéért két kézzel nyitom ki, nagyon jó éles, ami viszont érdekes, ugye linear lokos, de a zárat azt a logó benyomásával lehet oldani. Így. És akkor szépen be lehet zárni. Ennyi. Ennyi az egész. Nagyon ötletes, hogy ezt a logót kell megnyomni, és nem itt egy rugót. Tehát van egy kis finesz benne, amitől nekem ez nagyon tetszik, ez a Wenger Biska, és nekem csak ez a három svájcim van, és egyik se Victorinox. Mondhatni, ilyen Wengeres gyerek vagyok. Nagyon jó kis penge. A célról nem akarok semmi különöset mondani, mert semmi extra. Jó ez a nyitófurat, különben jól lehet használni. Ami érdekes viszont, hogy a leélezés az olyan furi, mert csak innen van éle, körülbelül ahol körben van. Onnan viszont nagyon jó éle van. Tehát ez ilyen elég nagy, viszont nagyon könnyű, mi csak tök jó kis
bicskezés. Na szóval, hát semmi extra, nem akartam túl sokat beszélni róluk. Csak néhány különlegességet szerettem volna ezeken a bicskákon megmutatni. Nem is akartam túlzottan a funkciókra kitérni, kivéve ennél. Inkább egy kis különbséget szerettem volna tenni a Wenger és Victorinox között. Kár, hogy már nincs. Szerintem az olló rugója, a fúgó rugója jobb, mint a Victorinoxnak. Az olló maga is jobb. Meg úgy vannak olyan kis apróságok, ami miatt sajnálom, hogy már nincs Wenger. Tudtam, ma beolvadt a cégbe, úgyhogy a Victorinoxhoz, úgyhogy hát így sajnos már nincs Wenger. Valódi Wenger. Hát köszönöm szépen, ennyi lett volna.